Aló? 718-al Kisz jön lefelé. Micsoda? Kisz a Szegedi IC-n? Azonnal indulj! Viszont még mielőtt bármibe is belevágnánk, észrevetitek, hogy kicsit más a minőség. Nos, ez annak köszönhető, hogy a kicsit kopottas állapotú Xiaomi Mi Note 10-emet végre leváltottam egy iPhone 14 Pro Max-ra, és bár az összes YouTube-ból származó bevételem vonatjegyre megy el, nélkületek biztos, hogy nem vettem volna ilyen drága telefont. Szóval, köszönöm! Az első vágányon tolatást végeznek, a vágány mellett férjük vigyázzanak. Az első vágányon tolatást végeznek, a vágány mellett férjük vigyázzanak. Mivel péntek este 10:30-ra ér be Szegedre ez a csoda, és nem igazán voltunk felkészülve arra, hogy mi vár ránk, ezért sajnos csak a beérkezés után tudtunk kiérni és felvenni a tolatást, hiszen a 7900-es személyvonat mindig az első vágányról indul. De tekerjünk előre az időben, 6 órát, egészen pontosan 4 óra 32 percre. Igen, felkeltem hajnal 3-kor egy kis miatt. Tudom, még mindig nem vagyok normális. A Mástart ZRT köszönti Önöket Budapest nyugati pályaudvari közlekedőjáratán. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vonaton tilos a dohányzás. Kellemes utazást kívánunk! Viszont hogy került Szegedre egy kis? Január 27-én péntek este egy Szolnokról Kecskemétre tartó személyvonat elé sajnálatos módon egy öngyilkos ugrott. Szatyma következik. Mivel Nagykőrösnél egy egyvágányú pályáról beszélünk, ezért természetesen az Intercity-k nem tudtak feljutni a nyugati pályaudvarra, emiatt annak egy Intercity szerelvényt pótolnia kellett. Viszont annak tudatában, hogy a nyugati nem rendelkezik tartalék Intercity szerelvénnyel, így azt egy nem Intercity minőségű szerelvénnyel pótolta. Így történhetett meg az, hogy vasúti történelmet írtunk, azaz emeletes motorvonat látogatott el Szegedre. És ha az elkövetkező 10 évben nem lesz többet ilyen, azon se kell meglepődni, hiszen a KISZ egy elővárosi motorvonat. Kistele következik. Elég rossz időzítés ez a 7900-es személy, hiszen sötétben indul és sötétben érkezik. Ez a vonat valójában volt már gyors vonat, aztán személyvonat, de valójában egy IC. Petőfi szállás következik. Mondom ezt azért, mert ez a vonat alapesetben ugyanolyan szerelvénnyel van kiadva, mint az összes többi szegedi IC. Sőt, október óta az IC kocsikba pót és helyjegyváltása kötelező. Nem mellesleg bisztró is üzemel rajta. Különbség tehát egy IC-vel szemben, hogy ez 4-jel több helyen megáll. És ennyi. Sejmes következik. Jogosan panaszkodhatnék, hogy miért éppen KISZ-t kellett küldeni egy IC pótlására, azonban nem teszem, hiszen jó videóanyag, ezen kívül modern és egy jó menetdinamikával rendelkező motorvonat. Vagyis lenne, ha a mozdonyvezető ezt kihasználná. Kiskunfélegyháza következik. Gondolok itt most arra, hogy a vezérünk elég bizonytalanul vezetett, valamint egy ideig csak légfékkel fékezett. Nyugat is vezér lévén valószínűleg még soha nem járt Szeged felé. Ebből fakadtak a késések olyan szakaszokon, ahol Szilivel és 8 kocsival lehet tartani a menetrendet. Nemhogy KISZ-szel. Kecskemét következik.
KISS mint kifejezés magyarra fordítva a komfortos, innovatív, vágtázni képes elővárosi vonatot jelenti, mely nevet azért visel a motorvonat, mivel rövid ideig képes 6000 kW, azaz nagyjából 8200 lóerő leadására, ami bár soknak tűnhet, de ez hozzájárul a majdnem 300 tonna és a milliméterre pontosan 150 méteres hossz. Nyersapár következik. Engedélyezett legnagyobb sebessége a magyar változatnak 160 km per óra, míg a csúnya rossz nyugati országokban 200 km per óra. Különbség az, hogy nálunk ezt a sebességet egyik vonalon se használják ki, míg Ausztriában például a Westbahnos KISS 200-zal megy. Ferihegy következik. Kőbánya Kispest következik. Átszállási lehetőség az M3-as metróra. A motorvonatok magyarországi pályafutása 2017-ben kezdődött, amikor a MÁV-START szerződést kötött a Stadlerral 40 darab opcionálisan leívható KISS-re. Ebből a 40-ből végül mindegyik megérkezett, az első darab 2019-ben, míg a 815-040-es pályaszámú szerelvény 2022. szeptemberében lépett kis hazánkba. A MÁV ígérete szerint, ha mind a 40 darab forgalomba áll, akkor a 40A és 71-es vonalakat kivéve az összes elővárosi vonalon megtalálhatóak lesznek, ezek a 600 ember befogadására is képes gőzszörnyek. Összességében én ennyit szerettem volna mára. Tudom, hogy a KISS nem izgalmas téma, főleg sötétben, de megpróbáltam belőle a legtöbbet kihozni. Ha tetszett, amit láttál, kérlek iratkozz fel, vagy akár kövess be Instagramon, és találkozzunk egy következő videóban. Ez itt a Trainspot Hungary volt. Sziasztok!